Az előtérben építőanyag, a háttérben épülő csarnok. Lassan benépesül az ipari part Kálóban. Sokáig csak egy cég dolgozott, itt most újabbak vásároltak telket, mondta 35 perc című műsorunkban Horváth Tibor, nagykáló polgármestere. Ma ott tartunk, hogy van három működő üzem, illetve az még az előző tulajdonosok értékesítése során kerültek új gazdához, aztán az új politikai váltás, polgármester és képviselőtestületi váltás után egy olyan új irányt vett fel ez a e, ipari park hasznosítására vonatkozó elképzelősünk, ami alapján most e, már komoly eredményeink vannak. E, aki arra jár e, a napokban, már láthatja, hogy e, áll egy új csarnok komoly egy uniós forrással és saját forrással kiegészítve egy komoly betonüzem és gyártó üzem, illetve tranzitbeton keverőüzem létesül majd. Emellett pont a múlt hónapban sikerült értékesítenünk egy, megint csak egy kicsit ilyen nem szabadna, de nyiregyházáról csábított el, vagyis az adottságok, illetve a fizetési kondíciók csábították el egy komoly céget, aki fagyasztott áruk forgalmazásával foglalkozik. A polgármester azt is elmondta, változtattak az üzleti stratégiájukon. Ez lehet az oka annak, hogy egyre többen érdeklődnek a befektetési lehetőségek iránt. Így már, hogy az önkormányzat saját tulajdonában vannak azok a szabad területek, lényegesen könnyebben mozgolódunk mi is, és, és a sajátunkat ajánljuk, nem vagyunk máshoz kötve. Én a képviselőtársaimnak korábban ezt az irányt vázoltam, kértem tőlük, hogy támogassanak ebben, hogy a gazdasági fellendülésünk meginduljon, pláne nagyon jól jött ez a járványhelyzet idején alatt, és most jött el az az idő, amikor azt mondjuk, hogy meghúzzuk a féket, elértünk egy bizonyos nő, értékesítést, és, és majd e, most már ezek meg fognak jelenni a munkaerőpiacon, komoly fejlődést fog hozni, és innentől kezdve egy kicsit most már a értékesítésen szeretnénk e, keresni. Elsősorban nyíregyházi és megyei cégek érdeklődnek az önkormányzatnál. Mivel más településekkel ellentétben közművesített telkeket értékesítenek, abban bíznak, hogy az ország más pontjáról is látnak lehetőséget vállalatok a Nagykálói Ipari Parkban.